Mi a véleményed az innovációról, magáról, a folyamatról, illetve milyen munkamódszerek vezetnek el a sikeres innovációhoz? Úgy tudom, te ezen a területen többször kipróbáltad magad, voltál külföldön, és különböző olyan nagy innovációs projektekben vettél részt, ahol ezt test közelből megtapasztalhattad. Igen, picit visszatérve az előző kérdésre, volt ugye, kutatóintézetben, amivel a kutatással foglalkozik, ami jelent alapkutatást és alkalmazott kutatást, és ez folyamatosan jelen van. Az elméleti tudás mellett, mint említettem, az alkalmazott tudás és a kézzelfogható megvalósítás is fontos. Esetemben történt az, hogy közel jártam már a 40-hez, amikor lehetőségem volt arra, hogy elmenjek és kipróbáljam magam újból egy fejlesztőként. Tehát azt gondoltam, hogy egy idő után csak elméleti munkával foglalkoztam, sőt, menedzsment feladatokat is végeztem, mert volt egy csoport, akinek már én voltam a vezetője. Nagyon fontosnak tartottam azt, hogy napra kész legyek, és valóban meg tudok-e valamit csinálni az elejétől a végéig, és egy évig voltam külföldön, aminek végül is úgy érzem sikeres eredménye lett. A visszatérve az innovációra, az innovációnak véleményem szerint elég lényeges követelményei vannak. Már az elejétől úgy gondolom, valakinek tudnia kell, hogy amit csinál, ami az eredmény, ami létrejön, az egy egyedi dolog legyen. Tehát nagyon fontos az, hogy tudjuk, hogy ez egy egyedi dolog, valamiben meg tudom magam különböztetni a többitől, és ezt már az elejétől hangoztatnom kell. Viszont az is nagyon fontos, hogy tudnom kell, hogy az, akik hasonló témában dolgoznak, hol állnak, mennyire gyorsan tudnak utánam jönni, hogyan tudnak utolérni ebben az innovációban, erre megint csak igen nagy hangsúlyt kell fektetni. Illetve van egy harmadik tényező is, hogy teljesen kívülálló, létezik olyan technológia, amivel mondjuk rövid időn belül helyettesíthető lesz az a termék, prototípus vagy innováció, amit én csinálok. Hogyha ezekre a válasz nem, akkor határozottan úgy érzem, hogy egy innovációs projektbe bele kell vágni, és annak az eredménye az sikeres lesz. Persze ennek természetesen párosulnia kell egy marketing politikával, egy üzleti tervvel, ami azért ugyanúgy buktatókat tartalmaz, mint maga a termék. Lehet, nagyon sok termék van, ami sajnos végül is nem kerül a polcra.